Tudjuk, milyen nehéz előgazodni néha a hasábokon, ezért megszemélyesítettük őket. Itt látható egy gyönyörűséges érde, és itt vannak papírból készült kisebb változatok is. Ezeken fogjuk megmutatni, hogy hogyan lehet az mozogni. Például meg kell nézni, hogyan juthat el a bolha innen ide. Mehet persze a, a lapon is, de szebb jobb, fontosabb, azt várjuk, hogy menjen éleken. Na hát akkor hogy tud elmenni a bolha innen ide? Van két útja, elje is indulhat, meg elje is indulhat. Éva bemutatja nekünk, hogyan lehet hajtogatással csinálni olosztán poliédet. Nagyon egyszerű a módszer, igaz, nem ez annyi a szilád az állatkánk. Van egy másik megoldás, azzal lényegesen szilárdabb lesz, bár kicsit nehezebb a hajtogatás módja, de tessék megnézni. Az elkészült poliédát láthatjuk itt most, akit ki is lehet díszíteni. Itt egy változat, falka is van, arca is van, füle is van. Most pedig áttérjünk a képernyőre. Eddig a papíroroszlánon dolgoztunk, most pedig a képernyőn lévő játékoroszlánon. Ez azt jelenti, hogy a térbeli ábrát síkban kell néznünk, és mostantól a feladatunk az lesz, hogy csak is az éleken mozoghat a bolha. Tehát akkor segítsünk a zöld bolhának, hogy eljuthasson a színe. Én segítek, mondom az utat, először lépjen a zöld bolha jobbra, majd pedig hátrafelé. Igen. Nézzük meg, hogy sikerült-e elérnie. Nagy szerencsém, megérkezett! Ezektől a játékoktól azt várjuk, hogy a gyerekek számára sok-sok fogalom jelentéssel telítődjön. Így például az élek, lapok, csúcsok, vagy pedig az irányok, a leföl, elő-e-hátra, el, jobbra-balra. Ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában a szimbólum használatuk is fejlődhet mindezek mellett előkészíti a térbeló geometria tanítását, és más matematikai területekre is betekintést nyújthatunk.